Na hát, sziasztok! Hosszú-hosszú idő után ismét újra itt. Gondoltam, beavatlak egy kicsit titeket a kulissza titkokba, megmutatom, hogy hogyan működik a, 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 a feliratozása egyes videóknak. Na nem a privát csatornámon, mert ugye ott nem fogom feliratozni, azt most megígérem a videókat. Valami nagyon különleges esetnek kell ahhoz előfordulni, valami csodának kellene történnie ahhoz, hogy én ott ezeket feliratozzam ugyanis mutatom, hogy miért. Iszonyatosan sok munkával jár, annyit elárulhatok a, a, a dologról. No, e, itt van egy műsor, meg is érzem, hogy hol tartottam, hogy majd a később 19-12-nél jártam, hogy majd tudjam onnan folytatni. Ugyanis következő a, a történet, van ez a, van egy, a Horváth Attilával készítettünk egy beszélgetést, a Media Voice Podcast YouTube csatornámon, ami ami remélhetőleg azért nem sokára nem csak az én csatornám lesz, mert én, én, erre nem is szeretek most sem úgy gondolni, mint az én csatornám, amelyet jelenleg egyedül csinálom, de itt az a cél, hogy majd egyszer ez kinője magát valami komolyabb csatornával, és akkor majd nem egyedül fogom csinálni, mert nem is lehet ilyesmit egyedül csinálni, már most is jó lenne, ha nem egyedül kellene csinálnom. Ennek az egyik része az, hogy a feliratozást rohadt jól lenne, ha valaki ezzel foglalkozna és megcsinálna, mert méghozzá azért, mert ez egy, srácok, ez egy rabszolga munka. Tehát, tehát azt már előjáróban tudom mondani, Nektek, hogy ez halálom. Volt egy előző műsor, az ateizmus volt az első műsornak a témája a, 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 a csatornán, és azt hozzáfogtam, mivel ugye én, én profingépírok, ezért én közgazdaságit végeztem, profingépírok, azért nem ilyen problémát nekem ez a dolog. Tehát maga a gépírás része, és akár hallás után is, illetve diktálás után is, én simán, ugye, tudok gépelni. Ezzel alapvetően nem lenne probléma, csak ugye. Ami az óriási gond az az, hogy ott például egyébként három ember beszélgetett, tehát ha már beszél, ha egy ember beszél, akkor is vannak gondok, mert a diktálás meg a szabad beszéd az két teljesen különböző fogalom. A szabad beszédnél most is például, meg, tehát, tehát így nem tűnik fel, hogy hallgatjátok, de most felhívom rá a figyelmeteket, hogy vegyétek észre, hogy milyen rohadt gyorsan beszélek. És ugye ezt hallgatni, ez semmi, de leírni, még akkor is, ha valaki profi gépíró, akkor is rettenetesen nagy munka, és iszonyatos koncentráció, és hogyha hibázol, akkor már le is maradtál, és buktad az egészet, és utána meg kell állítani az anyagot, és akkor tötörötötör visszamenni, és a többi iszonyatos sok idő, és iszonyatosan sokat veszítesz vele. Na most, tehát... Én ugye megpróbáltam ezt manuálisan az első adást, 30 percnél feladtam. Tehát 30 percig manuálisan csináltam a feliratozást, egyszerűen képtelenség. Főleg, ha olyan a beszélő, hogy hülyét kapsz, mert mondjuk minden mondatát félbeadja, egyetlen mondatát nem fejezi be. És pont-pont-pont-pont-pont-pont-pont utána egy teljesen másik gondolatot kezd, össze-vissza beszél gyakorlatilag, ami nem egyáltalán nem tűnik föl, tehát amikor így csak hallgatod, akkor jó, oké. Okay észre sem veszed, nem is kell túltenni magad rajta, de amikor gépelsz, ez halál, tehát egyszerűen már nem tudod, hogy mit írjál, és próbálod a gondolatait összeszedni, nem tudod, képtelenség, retetes volt, tehát az, 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 ott volt az, hogy 30 perc, azt mondtam, na ezt befejeztem, ezt a manuális gépelést. Tisztában voltam enne, hogy van, hogy va, azzal, hogy vannak leíratozó szoftverek, amik ugye mindenféle 99%-os, meg 95%-os Pontosságot ígérnek. Na most ez úgy kamú, ahogy van, és ezt be is fogom nektek mindjárt bizonyítani, meg akarom nektek mutatni az egyik ilyen történetet, amit már láthattok is a képernyőn. No, ez, ez a, a, a legismertebb ilyen, ami, ugye itt, itt, itt mi az első probléma, amikor leiratozásról van szó, videó leiratozásával kapcsolatosan az, hogy magyar nyelvű videókat kell leiratozni. Angol nyelven gyakorlatilag nem is kell leiratozni, mert angol nyelven ért a YouTube, ő maga illetve a Google, ugye, mert a Google a trojdonosa, és a Google-nak a, a rendszere az automatice nyomatja az angol feliratokat hallás után, tök jól csinálja, nagyon jó minőségű, minden fasza tök jó, az lehet használni, és akkor alkotóként, tehát hogyha te videókat csinálsz, akkor ez tök jó működik. De magyarul ugye óriási probléma van, mert elvileg nem tud magyarul, ami nem igaz. Ugyanis a Googlenek igenis van magyar nyelvű leiratozója, csak azt kell róla tudni, hogy ő betette a saját biznisz alkalmazásai közé elrejtve egyébként ilyen 20. funkciónak, Ö, nyilván azért, mert ő azt gondolta, hogy ez egy kis terület, kis ország, nem használnának sokan, stb. És több, mint valószínű egyébként, hogy az Arrayt is ezt használja, bocsánatot kérek, az Arrayt is ezt használja, szinte biztos vagyok benne, ők azt mondják, hogy ilyen saját, aí, meg ilyen, de ez hülyeség, tehát minek fejlesztenek sajátait. itt egyszerűen a fizetni kell érte a Google-nak, és utána használhatod. És nem véletlen, hogy a Google ezt nem tette be, a, tehát a magyar nyelvet nem tette be a free, szabadon használható YouTube alkotói eszközök közé, mert ebből neki pénze van így, úgy, amúgy több ilyen módon. Úgyhogy valószínűleg amíg például az Arrai, de valószínűleg a többiek is ezt használják, vagy legalábbis akik értek magyarul, azok a leiratozók, ezek általában egyébként online leiratozó szoftverek, és van valamiféle applikációk, amivel mobilon is tudod használni esetleg őket, vagy offline szoftverük, de az most teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy valószínűleg ezek is ugyanezt használják, egyszerűen befizetnek rá, és kész, és akkor AI, meg íze, meg minden az AI segítségével, meg így, meg úgy, ez, amit mutatni fogok, ezen is csak így gyorsban be fogom nektek mutatni, hogy, hogy igazából az egész szövet egy ilyen kamu, nagyon gagyi guit dobtak rá, tehát egy ilyen, egy ilyen felületkezelés van, és egyébként meg mögötte valami tök egyszerű valami, valami dolgozik a háttérben, ami a nyakamat merem tenni, hogy nem saját fejlesztés. Itt egyébként különösebben ők nem is erőltetik magukat, hogy ezt aladják saját fejlesztésként. Úgyhogy nem gondolom, hogy saját, saját történet van mögötte. A fiók kezelés, ezt most itt ki van az e-mail címem, azért nem látjátok. Összvisz egy e-mail cím, a fiókod. És annyi lehetőséget adtak, hogy egy számla, számla adatokat tudsz megadni, de azt is a Stripe-nak az oldalára irányít, tehát és a Stripe-nál tudod megadni a számlát adataid, amire a adataid, hogyha számlát kész, akkor arra ö, tudják adni, még azt sem ők kezelik, tehát igazából mondom, ez egy tök egyszerű felület. ez a transkriptor nevezetű történet, van egyébként transkripter, meg izé, hozé, millió egyféle elnevezésen elérhetőek ezek, mondtam, az egyik ilyen legismertebb például az Arrayt, ami állítólag a legjobb hatásokkal dolgozik, én kipróbáltam, csináltam tesztet, egyáltalán nem voltam elájulva tőle, pont ekkor hatásokkal talál, találkoztam, mint ennél a szoftvernél, illetve mondom, ezek nem szoftverek, valószínűleg ezek csak kezelőfeletek, és tök ugyanaz dolgozik mögötte, én biztos vagyok Google-nak a, a, a leiratozója, de mindegy is, most ezt hagyjuk. Egyébként ezt te is meg tudod csinálni, ha bemész a Google, a Google Business alkalmazáson belül, mondom, egy ilyen sokadik funkción belül, így megtalálod azt, hogy, hogy te ezt tudod használni, és ha jól láttam, de annyira nem foglalkoztam vele, mert piszok drága, akkor tudod így is használni, hogy apin keresztül, meg mint tudom, a saját ezért kis hozzá, és akkor bedobod a szöveget az apiba, illetve a, tehát a videó feldolgozását, bedobod a, a Google-nak az apiba, és akkor kezét csokon meg van ez oldva. Tehát Isten igazából <coughs> mindegyik mögött ugyanazon, mindegyik ugyanazt a hatásokat tudja körülbelül. Úgyhogy van, amelyik egyébként csak, csak óvatosan 85%-ot ígér, az még a korrektebb történet, viszont rohadrága az is Drágák. Tehát ezt tudni kell, az ilyen leiratozó, ugye ezt annak hívjuk, amikor videóról kell, tehát szövegből, hang, akár hangból, vagy videóból kell, hangfájból, videófájból kell ö, írott szöveget leíratozni. ugye ez arra szolgál, hogy a YouTube, ezt letöltöd SRT formátumban, és akkor a YouTube-ba be tudod dobni, tehát a YouTube-ba egyszerűen csak volt feliratként, és onnantól kezdve, hogy te a magyar feliratot feltöltötted, a YouTube-on aktiválódik az a funkció, amikor, amikor már automatice mindenki a saját nyelvére le tudja kérni a saját nyelven a feliratot. nyilvánvalóan van pontatlan, stb., de a lényeg kiálmozására tökéletesen elegendő. És most pont egyébként itt a kávé témakörben, barista, stb. témakör van, vagy témákat dolgozunk fel, vagy témákról beszélünk, egy pörkölőmesterrel. Ez nemzetközi szinten nagyon sokakat érdekelt, magyar szinten nem annyira sokakat, Éppen ezért nemzetközi szinten fogom teríteni leginkább a videót, tehát 99%-ban, Facebookon, csoportokban leginkább, tehát nyilván van csoportokban már meg is vannak, hogy hol, hol fogom ezt, 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 promotálni, és ehhez nagyon nagy szükség van arra, hogy nem csak, hogy feltöltöm a magyar feliratot, és engedem, letölt, engedem hogy átállítsák a, 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 nemzetközi a, saját nyelvükre, vagy valamiféle angolra, vagy franciára, németre a, 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 az automatikus fordítást, hanem, mert ugye az ebből dolgozik, tehát ez, ez, ez tiszta sor Youtube-on, hanem én magam feltöltök német, angol és francia nyelvű feliratot, és emellett a címet és a, a leírás is lefordítom angolra leginkább, de franciára, németre is, már meg is történt egyébként, csak még majd premierbe lesz betéve a videó, azért nem láthatjátok a csatornán, ha esetleg valaki követi ezt a csatornát. Tehát a lényeg az az egész történetnek, hogy én magam kiszolgálom a nézőket, és ő már megtalálja ott ezt a lefordított angol nyelvű cuccot, amit automatice a rendszer, mivel felismeri a YouTube, hogy ő milyen nyelven van fönn, milyen területről érkezett, milyen nyelv van, ami legközelebb esik hozzá, vagy éppensége, ha nemzetközi, és nem magyar, akkor automatice beteszi neki mondjuk az angol feliratot, és ez tök jó, mert neki nem kell ezzel foglalkozni, azonnal látja, hogy ott van a felirat, és nem azon, hogy ah, ebben milyen nyelven beszélnek, áh, le töljön, meg se nézi, hogy, hogy esetleg le tudja fordítatni, vagy valami, mert nem érdekli úgy, mert azt se tudja, mi a téma, és ott hagyja. Tehát ezért jó, hogyha németű, angol is, franciául feltölti az emberet, angol mindenképpen fel kell tölteni a feliratot, hogyha nemzetközi szinten is azt akarod, hogy megnézzék a videókat, és azt már most az elején megmutatom, hogy itt ugye, amikor feltöltöd a fájlokat, ja igen, bocsánat, erre elő kell, ez egy előfizetős, ez egy éves előfizetős, itt láthatjátok, hogy hány percen van még hátra, ugye ez egy órát elvet, ez 300 perc az, amit kapsz egyébként egy hónapra, tehát 5 óra. 5 órát tudsz egy hónapba lefordítani, tatni és uh, ha egy évre kifizeted, akkor két hónap ingyen van, egyébként 9,99, tehát majdnem 10 dollár lenne egy hónapra, két hónapot ingyen kapsz, tehát 100 dollárért uh, tudsz egy évre előfizetni egyben, és akkor az van, hogy ez a legolcsóbb. Tehát ennyiért kapsz havonta 5 órát, az rengeteg, ha azt néz, a többi perzdi alapúval összehasonlítom, uh, magyar fejlesztés is, meg mit ez az egyébként elvileg magyar fejlesztés, mondom, nem tudom, majd hiszem, ha látom, hogy az van mögötte, hogy valódi saját fejlesztés van mögötte, addig meg azt feltételezem, hogy a Google-re de mindegy, mert hiszem, mi a fenének foglalkozna ilyesmivel bárki is de mindegy, hogyha ott van adott a világ legjobbja, és hozzáférhető, és megvásárolható a jog, hogy tesz használd, és apival meg, stb. Na mindegy, hagyjuk is. A lényeg az, hogy, hogy, hogy ez a legolcsóbb, amit találtam, tehát ennél olcsóbbat nem találtam, és mondom, ugyanazzal a fisfos hatásokkal működik, hadd mondjam el, mint az összes többi, ugyanis mindegyiken kapsz valamennyi ingyen percet, ezen is kaptam, Sokat, azt hiszem 90 percet kaptam, de azt úgy, hogy nem ám egybe elhasználhat, hanem 5 percet lehet egy videóból lefordítani, és nem is tudod letölteni. Úgyhogy ezt, illetve nem, le tudod tölteni esertébe, csak amikor letöltöd, akkor figyelmeztetve, hogy a teljeset csak fizetés után tölt, tehát miután megvetted, teljesen mindegy is, letöltöd esertébe, és fel tudod tölteni a YouTube videót, az is meg tudod nézni, hogy hogy passzol, mennyire, milyen hatásfokkal fordított, stb. tudod ezeket a dolgokat ellenőrizni. Na most, ami az érdekessége a dolognak, az az, hogy egy szerke, mindegyik általában egy szerkesztő felületet, miután feltöltötted a videófájlodat, egy szerkesztő felületet mutat. Ennek az az érdekessége, a többivel szemben ezt nem láttam nagyon több más, más, másiknál, hogy ez azt tudja, hogy a speakereket, a beszélőket megkülönbözteti. Na most ez áldás és átok is egyben, hadd mondjam el, ugye miért áldás, ugye tök jó, mert így elvileg meg tudnád azt csinálni, amit a Youtube-on nem tudsz, úgyhogy teljesen fölösleges, hogy speakerenként külön szedett, külön színnel a beszélőket például, és akkor tényleg a, 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 sikertek és nagyot hallók és, és mindenki másnak egyértelmű, hogy ki beszél, mondjuk sárgával ír az egyiket, zöldel a másikat, tötter a Youtube-on, ez nincsen. Úgyhogy innentől ez, már felesleges ez a funkció, amiért viszont átok az az, hogy Nézzétek meg, hogy mennyi szöveget egybe, itt a speaker egy beszél, nézzétek meg, egyébként tökre tévesz, tehát ezt ne higgyétek ez nem így van, ahogy itt, van, ahogy itt működik, vagy itt mutatja, össze-vissza van. Tehát ez nem is működik jól ez a funkció, de egyébként erre a funkciójára azt írja, hogy ez még beta, tehát ne várd az, hogy tökéletesen működni fog, soha nem fog tökéletesen működni. Ezt egyébként le is írja, hogy miért, mert hogyha nagyon közelesik a két beszélőnek a tónus egymás, az nem fogja tudni megkönböztetni. Kész pont. Itt rohat közel esik a, az úriemben az Attilával, akivel beszélgettünk. Az én tónusom, mindkettőnek mély tartománybeski hangja, kezét sokkal el kell fejteni a Speaker megkönböztetést, és hogy miért probléma. Azért probléma, mert nézzétek meg! Ő azt mondja, hogy Speaker együtt beszélt ennyit. Fogja, ezt egy sorba be. Baszarintja, már, bocsánatot kérek. Tehát nem egy sorba, hanem, hanem ez mind a képernyő van. Nézzétek meg, itt kezdődik, itt végződik, 20 másodpercig ezt a rohadt nagy szöveget kibaszarintja. Kipróbáltam, feltettem YouTube-ra, nem én találom ki, de egyébként látszik is. Tehát ő ez 20 másodpercig ezt a nagy szöveget egybe a képre kirakja. Meg tudod azt csinálni, hogy itt nyomsz egy entert, most mit, mit nyomok itt egy entert, Puff, kettő tördeineked. neked, tök jó, nem érsz vele semmit egyáltalán. Egy, kettő, neked kell megcsinálni manuálisan, akkor mit ér az egész? Semmit. Elmondanám. Tehát ennek ezt meg kellene csinálnia. Tehát egy, egy jó leíratozó szoftver, az, az szépen megkérdezi, hogy, 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 hogy akár, hogy hány soros a tördelje, tehát ha hány sort akarsz megjeleníteni, maximum egy, kettős, stb. Ez is megcsinálja, mikor mented az esertét, akkor megkérdezi hogy hány soros bekezdéseket akarsz. Tök király, jaj, de jó. Azt gondoltam, hogy na, akkor majd ez eltördeli automatikusan, de csak mentésnél semmi gond, hiszen így könnyebb szerkeszteni, egybe látom a szöveget, jaj, de jó. Ami, nem igaz. Ezt is mindjárt mutatom nektek, hogy hogyan kell szerkeszteni, botrányos. De a lényeg az, hogy, hogy tök jó, lemented, és rohadtul nem tördeli. Pont ugyanezt kapod esetében, mint ami itt van. Egyáltalán nem jó hozzá, hogy te hiába állítasz be akár egy sort, négy sorig azt hiszem lehet állítani. teljesen fölösleges, ő Fúl ezt az egész szöveget ki fogja nyomni. Bocsánat. Ő ki fogja nyomni ezt a szöveget, úgyhogy nem ér egy kalap kakicsa, sem ez a, ez a része a dolognak sem. Tehát mentés nem ér kalap kakicse. A leíratozás nem 95%-os, hanem legjobb esetben is 70%-os. Hát, adjuk meg neki nagyon indotta, hogy 70%-os, fogom mutatni. Ö Szerkesztés. A szerkesztőkön nagyon sok elbukik egyébként, nagyon soknak hibás a szerkesztője. Ennek mutatom a, az egyik problémáját, mondtam, hogy sok szöveg van egyben, rögtön az egyik probléma ebből adódik. Figyeljetek, megyek oda, ahol még nincsen szerkesztve a 19 utáni, és sok, tessék. 22.06-nál nézzétek. Figyelem. Ja, bocsánat. Lehetőséged van ilyen vezérlőket használni, amit itt láttok. Tehát ezek a vezérlők, rohadt jó, mutatom, rákattintok, figyeljetek, rákattintok. Control Space. Elmondom nektek, hogy ennek póznak kéne lennie, de egy esetben működik, elindítom. Ide kattintok. Control Space. Csak akkor működik, ha benne vagy a szövegben. Egyébként újra mindig elindítja. Na most gondoljatok bele, hogy mennyire idegesítő az. Mikor elindítod a szöveget, látod, hogy valahol javítani kéne, vagy elérkeztél valameddig, ha nem is kell javítani, elérkeztél valameddig, és csak meg akarod állítani, és nem kattintasz bele a szövegbe, mert hiszen miért kattintanál bele, a Control Space-nak annak meg kell állítani. És nem, elindítja újra, mivel, mivel ez marad kijelölve. Értitek? Elindítja újra az elétő ezt a rohadt hosszú szöveget. És már elérkeztél volna csak pózolni akarnád bármi okból, mert értelmeznéd az eddigieket vagy ilyesmi, semmi, nem tudod megcsinálni. Ami jó az az, hogy, 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 hogy van benne lassítás lehetőség, ez nagyon jó. Megint azt mondja, hogy mivel a többi nem jó, többi el van nem érek vele semmit, akkor érnék ezzel is valamit, hogyha lehetne normálisan szerkeszteni a szöveget. Mutatom egyszeresen, ez most 0 on volt, mutatom egyszeresen csak, hogy visszautalva az elejére, amit mondtam nektek, hogy mennyire gyorsan beszélünk. Próbáljátok meg olvasni a szöveget utána, hogy mondja. Ebből is az SL, az SL 42 és, és társai van sok, azok, amiket igazából... A nagyon hiszem, Látjátok? Itt már javítanom kellene. Most javítgatok. Képzeljétek el, hogy javítgatok nagyban. Javítgatok. Jó, oké, megvan, kijavítottam. Most figyeljetek. Hogy borról beszélgetünk, eszedben nem jutna azt mondja, még, neked az olasz borok ízének. És még itt nem javítottam ki. a Látjátok? Tehát, tehát a javítás az egy macera. Az egy rohadt nagy macera. Oké, okay, meg tudnám állítani, ha jól működne a, 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 a control Space, de a control Space is. Abba gondoljatok bele, hogy ez egy billentyű parancs, még az egy dupla billentyű parancs. Jó, ö, rosszabb esetben mindkét kezedet kell használni, mert a jobb oldali kontrollt kell használni. Most ezt tudom, hogy így, így most úgy vagytok, hogy most. Mi a tököm ez, Mit itt érdekel? Milyen? De hogyha te videót akarsz felirat, feliratozni, és végső soron eljutsz oda, hogy muszáj leiratozást használod, így is, úgy is, és te javítgatnak, az óriási problémává válik, higgyétek el. Mondom, ez egy kis kulisszatítok, hogy így készülnek a feliratok, hogy kicsit más szemmel tudjátok nézni, hogy az ember mennyit dolgozik egy videóval. El nem tudom mondani, srácok, nektek az, hogy csak ezzel a videóval már mennyi dolgom volt ehhez, hogy ide feltöltsek. Ide nem lehetett a 4 k nagy, na, hatalmas fájt feltölteni, mert egyszerűen hozzá sem fog a feltöltéshez normálisan. Szétakad az egész, pedig nincs limit, ő ír, is, hogy nincs limit, de gond lehet. Hát igen, mert webre feltölteni hatalmas fájlokat, ilyen 50 gigás fájlokat, képtelenség, ö, ezért ebből el kell készíteni, le kell renderelni egy kis felbontású verziót, csak sima HD-ben 720p, stb. vigyázni rá, hogy a hang ugyanakkor jó minőségű maradjon, hogy a minél jobb minőségű hang egyébként nem nagyon befolyásolja azt, kipróbáltam, leteszteltem, nem nagyon befolyásolja azt, hogy mennyire érti egészen. te nem érti jobban akkor se a jobb minőségű hang, értitek? Akkor sem hoz 95%-os pontosságot nevetséges. Ez a 95%-os nevetséges állítás, viszont ami, ami probléma, hogyha... Tehát ugye, minél kisebb fájt tesz annál jobb gondolod te, mert gyorsabban elkészül, meg gyorsabban feltölteni. Oké. Okay. Írja, hogy mp 3 is fel lehet tölteni, és ő is azt javasolja, hogy konvertáld le mp 3 és akkor csak a hangot törsve. Fel. Aha, feltöltöd mp 3 tudjátok, mi történik? Itt ezeket, a, ezeket, a, ö, ezeket az időkódokat nem tudja szinkronizálni. Lekatintok ide, nagyon kérdebb, és nagyom. nem ezt játsza le, mint most helyesen, hogy ha nagyon, ez itt most videó lett feltöltve, azért jó. Ha mp töltesz föl, fogalma nincsen, hogy hol tart. Ergo mp mat nem tölthetsz föl, mert nem fogod tudni használni. Ők azt látják, hogy azt is nyugodtan töltsé föl, tök jó. Működni fog a leíratozás, szó sincs róla, hogy nem működne, csak a szerkesztőt nem fogod tudni használni. Jó, használsz te különböző subtitle editorokat, de akkor ez mi a tökömnek van? Akkor miért fizetsz? Értitek? Tehát elvileg ez kellene, hogy legyen egy olyan jó felület, ami nem jó felület. Vannak olyanok ilyen leiratozókban, amiknek nagyon jó a felülete, állítólag. Hát láttam videón ilyet működni, jó, ott jó működik, de most értitek, ha itt nincs ilyen videó, és nincs ilyen videós, aki ezt ilyen részletében menőkig bemutassa, hogy gyerekek, ennek ez a problémája. És ezzel találkozni fogsz, hogy ezt használni fogod, és ott fogod kitépni az összes hogy ez miért nem mutatta be nekem valaki egy videón. Ugye bár, és akkor nem fizetek ki érte egy rakás pénzt, mert attól függetlenül, hogy ez a legolcsóbb betű de azért ez még mindig drága, azért 100 dollár gyerekek, az 100 dollár. De nem lesz más, tehát ezt fogom használni egy évig, ezt kell használnom legalább, mert egész egyszerűen nincs jelenleg ennél jobb megoldás, ami ilyen árban lenne, hogy meg pláne nincsen jó? Tehát az a lényeg, hogy, 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 ilyen, ilyen problémái vannak, hogy, hogy ez például így működik, illetve így nem működik. Ugye tudsz mappákba rendezni fájlokat, stb. Ez semmit nem számít, illetve van olyan előfizetése, amiben a, ha te, neked egy üzleted van, egy céged van, akkor, a, akkor egy egész csapatnak, tehát hogyha van fordító csapatod például, vagy leíratozással foglalkozó csapatod, tehát egy média céged van mondjuk, és te úgy dolgozol YouTube-ra, vagy akárhová, most mindegy, akkor ez, me, ez, meg fog tudni történni ez a leiratozás, de egyébként nem csak ilyen, nem csak ilyen szolgáltatásuk van, csak kilépünk innen, ugye ez a transzkriptor, nem lépünk innen. Na ez is egyébként, mondom, mondom, nagyon rossz a rendszerük, visszamegyünk ide, itt van egy gyakran ismételt itt, vannak itt láthatjátok a csomagokat, és akkor van olyan, van olyanja, ami fordított, tehát van olyan szolgáltatás, tehát van a transzkriptor, amit én használok, az a leíratozó, ami hangból, videóból iratoz le, tehát készít el texteket, és van a speaktor, ami fordítva, tehát textekből csinál beszédszintézis útján, ami már ugye egy kb. 600 éves dolog, készít. De gondolom, hogy ez egy jobb minőségű, nem tudom, nem is akarom használni, de ebből készít hangfájlokat, és tehát a textekből, és akkor van egy ilyen intelligens írási asszisztens, ami halványgőző, mint egy micsoda. Mesterséges intelligencia által, mesterséges intelligencia, természetesen ez nagy hívó szó, ma ez egy tök kamó az egész, de mindegy. Erről is tervezek videót, de a Facebookon már nyomó orba hogy egy kicsit edukáltabbak legyenek azok is, akik teljesen laikusok. Kérdésben persze nem szeretik hallani. Tehát szeretnek világban élni, szeretik azt mondani, hogy a ah, mesterséges intelligencia a világunkban ott hogy tudsz vele beszélgetni. Nem, kurva nem beszélget semmiféle intelligenciával, elmondanám. Mindegy, nem ennek a videónak a témája. Jó, fogalmam is ez mit csinál, mi érdekel, mert hogy én ezt használom, ugye, és ráadásul azért nem is akarom kipróbálni, ugyanis mi a probléma, itt kapsz 5 órát, itt kapsz 5 órát, ez nem 10 óra. Tehát összvíz kaptál 5 órát kész csók, és ezt arra használod fel ezek közül, amire ö, kvázi akarod, tehát Isten igazából nem szeretném elhasználni a leíratozásra szánt 5 órácsámat mert ezt nagyjából nem mondom, hogy teljesen ki fogom használni. Ez egyébként minden hónapban újraindul, tehát nem adódik hozzá. Tehát, ha mondjuk ebből marad három óra, a következő hónapban nem lesz nyolc órám, és egy év alatt nem tudom összegyűjteni a nem tudom, tíz, több, tíz, több tíz órát, nem. Mindig 5 óráról indul újra, illetve 300 percről, mert ugye percekben számolja el. Jó, tehát ilyet tudsz, illetve tudsz élő beszédet is felvenni ebben a transkriptorban. Tehát, tehát itt rámész a rekordra, felveszed, és akkor ő, 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 ő nála már indul a, indul a leíratozás rögtön. És akkor itt van egy ilyen, itt van egy ilyen, itt van maga a fájl, amit lesz, és akkor itt van a, a szerszámok nevezetű, tehát a tools történet, és itt, itt éred el bármelyik, tehát ugye amiről az előbb beszéltem, a csomagban található egyéb szolgáltatást, itt éred el, Úgyhogy így néz ki a történet, egyébként csak rá kell kattintani a fejlesztőt, törölni, stb., ez ott van fönn náluk, tehát igazából ott tárolódik, és akkor hát itt nem tudom, milyen jutalmakat lehet kapni, az nem is érdekel. Ja igen, és akkor azt, amit az elején akartam mondani, de végül csak nem mondtam el, hogy miután itt kiavítottad a feliratot a, a felületükön, érdemes ezt megcsinálni. Ezért, ezért is, mert utána ki tudod választani, azonnal itt a Google fordítva is hívja a figyelmedet, hogy itt az üzemeltető a Google fordító, simán napink keresztül ő bedobja a Google fordítóba ezt a szöveget, és ilyen mindenféle is vietnám vietnámi, urdu nyelvekre is le tudod fordítani a, a szövegedet. Itt érdemes egyébként akár orosz-ukrán nyelvre is lefordítani, mert tapasztalható egyébként, hogy nézik a magyar, magyar videókat sokszor, hát nyilván Ukrajnában most drasztikusan kevesebben egyértelmű, de, de hogy például ezekről a nyelvterületekről is nézik, tehát nem csak Oroszországban van ugye orosz nyelv, tehát ezekről a nyelvterületekről is azért nézik a videókat, hogyha van rajta megfelelő ehhez tartozó felirat, mert ugye ők az angolt nem nagyon szeretik, meg ilyeneket, meg nem is nagyon beszélik, ezért így, így esetleg azt is meg lehet próbálni, és neked nem kerül semmibe. Jó, mondom, nem lesz pontos, sőt, pontatlan lesz, de tökéletesen lehet érteni, mint ahogy te is, amikor megnézel egy magyarra Google által fordított, akár hallás után fordított videót, teljesen, teljesen jól érthető az, hogy miről beszélnek körülbelül, és, és ha tehát minél perfektebbre csinálod meg a magyar feliratodat, annál nyilvánvalóan annál perfektebb lesz a lefordítása is arra kell például figyelni a feliratoknál, ö, itt kétféle, kétféle, iskola van, jellemzően van, aki például a Friderikusznál lát, aki hát a Friderikusznál, aki fordít, az betű szerint lefordítja, nem fordít, bocsánat, leíratoz, ott manuális, de legalábbis nagyon erősen manuálisan javított a felirat, de én azt gondolom, hogy te full manuális, ők szerintem kifizetik ezt, v vagy van rá ember, aki ezt csinálja, és azt megfizeti mindegy is. A lényeg, hogy ö, ott betű szerint leírek, amit mondtak, mindegy, milyen fasságot mond az ember, ha tévesz, meg ilyenek, azt is leírek. Ez az egyik iskola. Ö, miért? Azért, mert ő idéz, tehát így illik, és így korrekt, ők ezt követik, én meg azt mondom, hogy, hogy, hogy nem így van. Ö, már csak ott kezdődik a probléma, hogy nem idézőjel között, tehát nem idézel. Tehát a felirat az nem idézett valakitől ebben az esetben. Nyilván illik azt mondani, de mint ahogy például egyébként újságírók is kiavítják azt, amit mondott a, az illető. És ugye előtte mindenképp megmutatod neki. Ha, és fel kell a figyelmet, hogy feliratozva van, nézz át a feliratot is. És hogyha átnézte a feliratot is, és azt mondja, hogy jó, és nem köt bele, mert nem változott meg. Tehát, tehát arra kell, hogy újságírói eszközöket kell használni. Az újságíró eszköz az, hogy te ezt javítod, és nem szabad, hogy megváltozzon az értelme, tehát korlátok között javítod, de ugyanakkor javítod a, a, a szóhasználatot esetlegesen, ha nem volt megfelelő, javítod a fogalmazást, javítasz, javítasz egy pár olyan dolgot. Amibe, ami, szóismétléseket. Tehát ezeket húzd ki, mert gond lesz a fordításnál, gond lesz a fordításnál, nem a fordító szoftver lesz ebből, nem neki lesz gondja, neki lesz gondod, mert csúnya lesz. Tehát a, a fordító össze fogja zavarni azt, aki azt olvassa. Tehát a lefordított szöveg össze fogja őt zavarni. Úgyhogy érdemes szépen szabatosra kiavítani, tehát hogyha Ismétli magát, őzik, stb. Ö, nagyon érdekes, ezt, 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 ezt se veszi észre az ember, csak amikor leírja azt, amit mond, mond a másik egy-egy ilyen videónál, hogy mindenkinek megvan az ilyen problémája, amit említettem az elején, hogy, hogy van, aki nem, félmondatokat se fejez be, még annyit se. Tehát abba hagyja a mondatot a közepén, és minden egyes mondatot. Tehát volt olyan beszélgetőpartnerem, aki egyetlen mondatát nem fejezte be, egyetlen mondatát nem fejezte be. Én nem akartam elhinni. És nem vettem észre, és ott ültem vele szembe, én beszélgettem vele, visszanéztem akkor már ötödjére az anyagot, és nem, mert ugye vágod, meg stb, akkor mindig egész évben megnézed többször, és nem vettem észre. <laughs> Csak amikor a feliratot készítettem el, akkor vettem észre, hogy jé, egyetlen mondatát nem fejezi be. Jó? Tehát, tehát azért mondom, hogy ezeket mind javítgatod, és lesz egy szép szabatos magyar feliratod, akkor valószínűleg a lehető legszabatosabb ö, idegen nyelvű feliratot tehát feliratú fordítást, ér. a fordítású feliratot fogod kapni, és ez, ez, egy nagyon fontos tényező lehet akkor, hogyha, hogyha mondjuk Ilyenre vetemetsz, és egyébként nem csak YouTube-ra, meg nem csak, nem csak videósoknak szól ez egyébként. Sokszor cégeknek a, a, az ezzel megbízott emberi, tehát közösségi oldalak karbantartásával, közösségi média karbantartásával megbízott emberké is bajban vannak. Azt észrevettem videóknál. Olyanokat csinálnak sokszor, hogy megáll az ember, ez hogy neki nem ez a szakmája, meg nem ez az idő, megbízták ezzel, hogy na csináld meg, legfeljebb kap itt 20 ezer többet vagy sem éppenséggel, hanem belevették a munkakörül élesebb, és akkor neki ezzel kell foglalkoznia, oké, megértem, na ez például egy nagy segítség lehet, nyilván a cégnek kell ezt kifizetnie, hát ez a számlázás is érdekesen működik, ha már így cégnek kell, akkor számla is nyilván kell fog érdekesen működik, mindegy. Meglátom, hogy egyébként manuálisan kapok egy számlát, mert egyelőre semmilyen számlát nem kaptam a kifizetésről. Annak ennél, hogy megvan adva a számlázási adószám, minden nyavaja megvan adva, hova ezt kérem. Egyelőre nem jött sem a Stripe-tól, sem tőlük. Azt hiszem, hogy talán a kifizetéstől valami talán jött a Stripe-tól, de mindegy is ez. Mert nem ő nekik kell küldeni, hanem ugye nekik, tehát a transzkriptornak a fejlesztőjének kell ezt küldeni, illetve a tulajdonosának. Hát nagyon kíváncsi ezek, hogy bármikor fog eljönni jönni számla. No. oké, okay. szerintem elmondtam minden srácok, e ezt akartam mutat, bemutatni, hogy, 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 azt képzeljétek el, amikor egy ilyen... finomságú jó, itt már nem tudtok, nem tudtok mit látni, mert nincsen ott hiba már. Ez a rossz nyelvek mondják, hogy a rossz nyelvek Ez a rossz nyelvek mondják. Na már meg kell állítani. Na most, hú, megállítod, ezért elkezded javítgatni, ezért nem onnan fogja folytatni. Tehát a, a, ezen belül, ugyanúgy, mint a YouTube egyébként, ahogy csinálja, hogy ezen belül kellene folytatni, ha mondjuk belekattintok valahová, akkor onnan kéne, hogy folytassa a YouTube-nak. Nagyon jó egyébként a feliratózója, primitív, de hát igen, meg abban is van hiba, abban is van komoly hiba egyébként. De legalább ez a része rendben van, hogy ugye ő adott szakaszokat, ameddig nyomod, ő addig fogja kitenni a feliratot, tehát innentől odáig, ameddig te nyomod a, a, a szöveget, és akkor azt gondolod, hogy na ez már elég, hallotta a meleget, beírod, hogyha, hogyha gépened, és akkor szépen mész tovább, és ő onnan fogja a következő feliratot pakolni. És nem ilyen fos módon, egyszerűen csak le kellett volna a jót koppintani, egy ugyanolyan ezt szerkesztő feletet, ha csináltak volna ide, maximálisan elégedett lennék, de ez így, hogy egy ekkora bazinagy szöveget kibaszarint, egyszer a képernyőre ott van olvassából, hát gyakorlatilag ennyire mert könyvet is írhatna az ember, mert gyakorlatilag egyebet sem fog a szerencsétlen csinálni, a képből nem lát semmit, csak ezeket fogja olvasgatni, a, aki, aki a felirat alapján. Szóval... Pláne, hogy itt ugye mutogat is az Attila ebben a, ebben a, műsorban, tehát mutogat is be dolgokat, és az egész képen őt kit akarja felirat, de ennek ennél nem fogom tördeni, srácok, mert az meg már akkora meló, mondom, ennyit nem ér az egész. Tehát még akkor sem, hogyha már ez a csatornával YouTube partner lennék, és már itt nem tudom, valamennyi bevétel jönne, Hát igen, sok bevételnek kell ahhoz jönnie, hogy én ezzel foglalkozzak, de akkor sem én, hanem akkor inkább fizetek valakinek, keresek valakit. Srácok, igazi rabszolgamunka. Tehát azt tudom mondani, hogy igazi kulimunka, munka. Johnny megunta a balent elhúzott, túl sokat beszélek, nyilvánvalóan mindjárt be is fejezem. Igazi rabszolgamunka. Tehát ha nem néznék más munkát, csak ezt, ez önmagában olyan, jó mondjuk nekem, tehát én nem egy ilyen beállítottság ember vagyok, én alkotó ember vagyok, imádok vágni, még azt is el, azzal is el vagyok, hogy 56-szor meg kell néznem az anyagot, mert ugye a, vágás miatt muszáj átnézni többször, nem maradhat benne semmi prücök, stb. Csak szóval van, hogy egy frame benne marad, és csak felvel egy pillanatra. Ez ilyen vágás hiba probléma ott a, szoftverben. Ezeket, ezeket is javítani, stb. És ez mindig végig kell nézni, mert másképp nem fog kibukni. És ezeket végignézni, stb. Hallod ugyanazt, 46, mi szóval jó, nagyon, nagyon unalmas, nagyon rossz. De még ezzel is el vagyok, mert a végén, ami kijön, az valami jó. És jó érzés ez is, amikor egy szép felirat, egy jó felirat megszetik, hát ez minden lesz, csak jó, nem, meg szép, nem. De legalább ki lesz javítgatva, és gondoltok bele, nem tudom, hány órája dolgozok rajta, mert egy jó ideje dolgozok rajta, és itt járok ennél, mutattam az elején valahogy 19.05, itt valahol. Akár és gondoltok be, egy óra az anyag. És nem egy órás anyagok születnek, mondjuk a témakörben, és egy tehát egy óra 20 perces anyag megjelenik, egy óra húsz percet, most hozzá fogni javítgatni. hát ez napok kérdése ez, hogy én rávegyem magam eleve. <laughs> és akkor napok kérdése, mire megcsinálom. Szóval ez nekem ilyen, ez rettenetes, borzasztóan ki vagyok től akadva. No de mindegy, hát ez is hozzá tartozik, hogyha az ember egy ilyen jellegű csatornát csinál, és akkor mit tudom én, havonta egy-két videó lesz, és euh, tehát inkább az, hogy kevés videó, hát ugye itt ugye beszélgetések vannak, azt leszervezni, stb. Rettentő sok meló van vele, majd fogok csinálni az a erről egy, egy olyan videót, és amikor ezeket bemutatom, hogyan készítem el a stúdiót, mi minden kell ehhez ahhoz, hogy egy kicsit jobban fel tudjátok fogni, jobban tudjátok értekelni, hogy egyszerű beszélgetés. Nem, nem is az, hogy ezen a csatornán mi ilyet látok, tudjátok, hanem bármely csatornán. hogy egyszerű beszélgetést láttok, és azt gondoltuk, hogy ó, ott állítja a kamerát, azok mindig adott helyen vannak, és akkor nem. Srácok, minden egyes beszélgetésnél újra mindent újra beállítani, mindent másképp világítani, mindent másképp kell, máshogy kell. Főleg, hogy itt a stúdió mérete is eléggé korlátozottak. No, de ebbe a témába tényleg nem megyek bele. суveнесе так п савасток.